mi a baj a Veszprával? Horror. Horrorisztik. Na ügyesen, jó? Jó. Majd tudod, hogy mit kell csinálnod, nem segítek. Jó? Mert ugye jobbra fogunk kanyarodni. Indult a kamera. Jó. Tessék, mosolyogni. Jó, és ne legyél előtte zavarba, jó? Mozdulj. Igen. Hát a Csajsz az bealudt. Nézd meg azt a fejet, és pirosoljon át. Ezt miért csinálják, lehetünk? Bébi, hát mi van veled? Értem én, hogy gyógyszertárba mész, de érted, nem? Lehet, hogy pont azért vagy, aki kell. De láttad, hogy, ez, de láttad, hogy el volt szédülve. Nem volt egy boldog fejjel, lehet. Anita, hogy levetett? 72 órás tablettáért. Jó. Úgy de bunkó vagyok, kérdezlem. Nem, az igazságot mondtad. Ó, de jó az érte. Amúgy az volt a durva, hogy elindult. Tudod, hogy elindult a villogó. Nagyon jó, hogy észrevetted a villogó zöldet. Ott nem lett volna szabad lejönni, mert az a gond, hogy ugye már szembe is vártak ránk, tudod? Persze, persze. Tehát mi már a piroson mentünk át miatta, de ugye a keresztetést el kellett hagynunk. Nem látok semmit. Is kell? Anita meg mondja, hogy hova kerültem, mit? Amúgy ez a kávé olyan gyengének tűnt, igaz? De téged emlékeztet fel egy picit? De! Ugye? Azt akartam mondani. Meg én ebédeltem, és egy picit olyan hova jutott a képességet Anitának. Csőtörés van egész nap, igen, de most a másodszor csinálják. Ma már volt hallgatóan a Krisztián jött, meg a mikor vizsgálszik újra? Hát nem tudom. Nem merem elkapkodni most. Most rám fog hallgatni. Merre vagyunk? Jobbra fogunk kanyarodni majd, jó? Picit kisorolsz, jobb tükör, és a többit már tudod. Nagyon jó, nem ilyen gyalogos. És itt kell vigyázni, hogy el ne kapjátok a szegélyt, hogy nagyon szűk. És látjátok, hogy ott még jobban beszűkül? Igen. Itt. Igen. Nagyon jó a besorolás, gyönyörű. Ha a tükörről belenéztél volna, akkor itt hihi. Mekkora öröm lett volna. Viszont a visszatekintés megint jó. És mehetünk ez. Azért úgy kezded megérteni ezt, hogy mit kell csinálni. Mehetünk, jó van. Tűz. Szép volt. És nyugodtan adjatok neki, bátran. Igen. Hadd menjen. És akkor itt fel is váltunk, jó? Mert nagyon messze vagyunk még a Zsák utcától, tudjátok is, azért itt kettesbe végigegerészni, egy évig szeretnék. Okay. Na most már látom a veszélyt, ti is látjátok, ugye? Először az Ebrára néz rá, hogy a Zsák utca végén van egy kamion, ugye? Hogy szűken kell bemenned az utcába, vagy elférj majd tőle. Tehát akkor először... Visszaválthatsz, de most már jelzel, visszanézel a járdára. És jó, beengedjük, jó? Bátrabban, húzod, nagyon jó, még jobban, és most egy-egyes. És akkor mit csinálsz? Igen. Nagyon jó. És dolgozz a kormányon, mert nem biztos, hogy elfész. Azért ez a Peugeot nem olyan fordulékony, mint a Golf. Mondom, észrevettétek. Ugye? Ha nem sikerül, akkor egy tolatást beiktatunk, jó? Mindent megtettünk, el fogsz férni. Ja, hát ez egy jó, hogy ilyen rövid kocsit vettem, nem? 10 centi volt. 10 centi, nem tettem oda a kezemet lehet. Na, mehetünk. Vizsgálni én már itt visszatanultam volna, jó? Kettes, hogy ne centizgessetek. Jobbra kanyarodj, légy szükség. Nagyon jó. Itt is át szoktak esni. Még egy dolog, hogy itt van egy bejárata a Mekinek vagy a KFC-nek. Ezt itt mindig szabadon kell hagyni, jó? Itt nem állhattok meg, balra kanyarodj. Tükör. És húzod ki. Húzod, amennyire mered. Még. Tudod miért? Hogy aki jobbra megy, az elférjen tőled. Nagyon jó. Egy picit menjünk még közelebb, egy pindulit. Igen. Most csak azért, hogy ez a mögötted lévő autó elférjen. Nem tudom mi az, jó? Szuper. És látod, hogy elfért még ő is? Igen. Nagyon jó. Szerintem
Anita, te is fönt akarsz lenni a YouTube-on? Várj, álneveket használunk, úgyhogy hiába keresgetnek az ismerőseim között, nem találtak. Mind a kettő Zoli. Mehet az egyes. Itt négy autó, és te jössz. Látod? Igen. Úgy van. Ügyesen. De bukjunk meg, nagyon jó. Már tudod is, hogy miről van szó. Így van, és látod, azt tetszik benne, hogy kétszer-háromszor is visszanéz. Láttátok? Hogy ne tudjanak belekötni. Egyébként a Martin is ezt csinálta, azért sikeres, azért tett sikeres vizsgát, mert hogy egy gyönyörűen tekingetett, tudod, nem? Lehetett látni, hogy uralja a helyzetet, tudod. Na, 6 perc bírod, még nem zavarom meg a kamerát? De hogy is. Még annyi kifolyt a vér a kezemből, nem úgy jó. Mi következik? Nagyon jó. Néha belső tükörben. Vizsga biztosan, tessék szemezni. És valakul ő lesz. Szépen mosoly. Igen. Főleg egy kis, kisebb hibák után egy kis mosoly. Nagy hiba ugye nem lehet. De szerinted hogy megy neki Anita most őszintén? Meg tudja csinálni? Ugye nem? Ha véletlen nem vált vissza vizsgán és hármasba felejti, akkor majd mindig visz magával, és akkor mondom neki, hogy mit kell csinálni a jogsival. Ja, itt ott a csőtörés, nézd meg, és oh, most odáig folyik. Nagyon durva egyébként. Most olyan, mintha enyhült volna a forgalom, nem? Anita, szerintem én nagyra gyúrnak, várják, hogy te kezd el a vezetést. Jó. Jó csináltad, hogy csak a vonalig mentél, mert ugye folyamatos vonal volt. Nem tudom, mennyi hely van még. Légy szíves, balra kanyarodj, ezt keveset szoktuk csinálni. Ugye azért csak elmondom, ez nyilaszöld lesz, jó? Ugye nyilaszöldnél pedig csak te vezetsz, csak te mehetsz, teljesen szabad áthaladásod lesz. Szerintem jó lett benne ez a kis sötétítés, nem? Igen. Nem tetszik amúgy? Ahhoz képest, hogy olyan elég régi autó, de szerintem nem rossz. Nem biztos. Nem biztos? Nem biztos, hogy te jössz. Most megmondom őszintén, is lemaradtam. Kicsit hagyjunk hozzá. Te jössz. Te fogsz jönni majd, ha villog. Pontosabban majd, ha átvált pirosra, még azért lesz egy pici időt, mert még engedi. Látod, most váltott át a másik, és elvileg te jössz. Ha nem, akkor a balról jön. A balról jön. De észrevetted te is, ugye? Na most, ha onnan kanyarodnátok, akkor viszont zöld a gyalogosnak, úgyhogy vissza kellene nézni. Látjátok? Igen. És mit szólsz egyébként a többi bejutóhoz? Hogy? Hát, hogy a jobbikból kivált emberek rászavaztak a... Az új jobbik. Ez az. Nagyon jó, el ne rossd. Nagyon jó. Itt mindig bele szoktak kaszálni az áron. Ez nagyon szép volt szintén. Jobb tükör. Nagyon szép volt, jó? Egy nagyon picit belekötök, egy nagyon minimálisat, vedd be a jelzőt, vagy a hármas, hogy ne ilyen későn gyere vissza a kikerülésből, jó? Tehát egy pindulit hamarabb újtörz vissza az autót, mert ugye a szembesában nem ildomos sokat kanyag haladni. Most azért nem jött senki. De nagyon szép volt, hogy nem felejtetted el a holteret. Nem, ezt nagyon jó kiszámítottad. Jó, hát azért már szóval légy szíves. Tudod mit? Menjünk egyenesen. Menjünk egyenesen. Ezt a körforgalmat mi megcsináljuk. Voltam már itt veled egyébként, hogy itt így mentünk? Itt mindig előre hajolok, jó? Hogy kilásd tőlem, jó?
menj egy picit előrébb, és akkor még jobban belátsz a GLS-es kocsitól, és annak figyeld a jelzését. És értitek, hogy miért fontos, hogy jelez? Mert ezzel bebiztosítja azt, hogy eléd vagy, és ne indulj el véletlen se. Magyarul biztos lesz benne, hogy merre megy. Ha jobbra jelez, akkor viszont azonnal el kell indulni, mert akkor ugye nem találkoztok. Emlékeztek rá, Anita, te még keveset voltál itt, hogy mi a gond, ha erről jövünk? Ki tudja? Mi a baj ezzel a körforgalommal, ha innen jövünk? Ott nagyon jó. Be. Nagyon jó, nem belátható. És egyszer csak ott megjelennek. Jó? Figyelj, figyelj, legyél résen. Szerencsém. És gázt adsz. Nagyon jó. Egyenesen haladjunk tovább. Csak megnézte magát a kirakatba, láttad? Én szerettem. Helyes. Na, ez szép volt. Nem, mert emelkedő van. Nagyon jó forgattad. Na, mi volt, említettem a kamerát, aki van, mit akarsz. Igaz? Tényleg be kellett melegedjön. Kicsit nagyobb. Nem tudom, majd 11-én is egy picit előtte van, megyünk. Azért rendesebb vagyok, mint egy matek tanár. Nem főleg a mai után. Hihetetlen, komolyan. Majd, ha valamit rosszul csinálsz, akkor tudod. Hát itt a 40-est, azt betartom. Jó. Mit szólsz? Örülök. Jobbra kanyarodjunk. Rendben. Ez egy nagyon nehéz rész egyébként. Igen, mi következik? Az kettő. Nagyon jó. Hova nézzel? A sex shopból jön nekem valaki ki. Így van. Csak így jelent, hogy beleálltuk. És fölteszük a netre, hogy hol jártál. Aranyom. Megint szép volt a körültekintés, csak nem vettem fel. Szép volt. Oh. Itt hagytam a Range Rover-t, láttad? Igen, ez mindenki, minden tanú mondja, hogy az utalja ezt az utcát, pont emiatt. De egyébként, ha belegondolsz, elég széles az út, és elférnek. Meg nekem tetszik, mert gyakorod a kikerülést. Jobb tükör, köszönöm. De ha ott térben nézel, az még jobb tűz. Megy a három. Ezt még megcsináljuk. Jó, nehéz részhez viszlek most, jó, kicsit nehéz lesz. Azt már nem válogattam össze, itt a Krisztián mutka átment harmadikba. El tudjátok azt képzelni, hogy milyen imát nyomtam, hogy jön-e valaki jobbról? És jöttek is? Jöttek, és bele kellett csatúzzam, és 5 centi álltam meg a Suzuki-tól. Nem vicc. Tanulópénznek akartam, és jó, bejött, hogy így lesatúzzam az utolsó pillanatban, ha jön valaki. Nagyon jól csináltam magam. Kapcsolod ki? Nem, de nem, ne sorolj vissza. Nagyon jó kérdés volt. Van egy ilyen kérdés, hogy mehetsz folyamatosan terelő, most már mindegy, ha visszajöttek, ha jelezned kell. Én maradnék a bal oldalon, mert igen, nem szabad csikicsukizni. Ugye értitek? Persze. Mert annak nincs értelme, hogyha nem jönnek szembe, akkor visszamész 20 méterenként. Igen. Tükör, ne feledd. Kanyarodj jobbra, légy széles. Tényleg? Uh-huh. Melyikbe? Tényleg? Hát akkor ide jövünk kávézni legközelebb. Ezt most mondod? Vagy nem voltam erre veled még? Szerintem legalábbis nem voltunk erre, vagy akkor még látni, hogy izgultam aztán. Aha, persze. Akkor te vezetsz, akkor azt se tudod, hogy hol vagyunk. Most én voltam. Néztem a jobb tükrötök. Ha, nagyon szuper, jól csináltad. Hajrá. Mi miatt? Hajrá. Mi ez itt? Szegély? Szegély, igen. Nem ütött a szembe az a szó. Kanyarodjunk el jobbra, légy szépen. Elfelejtettem kérdezni, hogy mosdóba kell-e mennetek. Nagyon jó. Még igen. És már itt se vagyunk, mert beférsz. Jó, forgat. Nincs gyalogos. Most na most, gyerekek, figyeljetek csak. Mit kell csinálni, ha egyenesen megyünk, ki tudja. Vissza ide. Jó, jobbra kanyarodj. Ez egy jobb kezes utca. Tedd ki a jelzőt. Ha egyenesen mennénk, be kellene nézni. Jó, visszanézel, beforgatod. Ah, én parkolóhely miatt jöttem erre, de... Múltkor is ide jöttem. Jelesz. Figyelj csak, tehát ez egy jobbkezes utca. Ha egyenesen mentünk volna, akkor tessék benézni. Onnan nem tudod, hogy nem volt tábla. Nyugodtan lakacs. Hát most így nem parkoltunk, mert itt akartam párhuzamosat, jó? Na, merre megyünk itt, gyerekek? Igen. Itt egyértelműen